Jó estét kívánok, kedves nézők! Lassan véget ér a Vidor Fesztivál, de azt hiszem, hogy azért ilyenkor péntek este még nem illik nagyon búsulni, ráadásul azért a hétvégén és a következő hetekben is nagyon sok érdekes program várja majd a kedves nézőket. Mi rögtön itt az elején olyan kőkövön nem maradt stílusban indítjuk a víkendet. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Mészáros Szilárdot és Krisztián Istvánt. A közelgő ásvány kiállítás volt az apropója annak, hogy behívtunk titeket a stúdióba, hát ugye Szilárd, te a házigazgatójaként, István pedig, mint őskövület, ugye, ebben az ásvány gyűjtő körben. Lehet azt mondani, hogy őskövület? Vagy annak van köze egyébként az ásványokhoz, vagy a kettő más? Tehát nem ugyanaz a kettő. Akkor rossz szimbólummal indítottam. Minden esetre beszélgessünk arról, hogy hanyadik alkalommal rendezitek meg majd ezt a kiállítást, és igazándiból ez egyfajta magamutogatás, illetve ásványmutogatás, vagy vártok is olyan embereket, akiket sikerül majd megfertőzni ezzel a szenvedéllyel? Ez már a 31. ásványbőrze lesz itt Nyíregyházán. Nem mondanám, hogy magamutogatás, de minden gyűjtő egy-két kedves darabját elhozza, azokat kiállítja, meg lehet nézni. Lesznek úgymond kiállítási darabok is, amiket nem lehet megvásárolni, gyönyörködni lehet bennük, illetve lesznek olyan ásványok, amik ki lesznek téve az asztalra, dobozba téve, címkével, árcédulával, amit valakinek megtetszik, meg is tudja vásárolni. Hát ugye ezt tudjuk, hogy az ásványok nem csak szépek, hanem gyógyító erejük is van, és mindenféle nyavajára van egy-egy olyan ásvány, amit, hogyha tartósan, akár a nyakunkban, akár a kezünkön viselünk, vagy a zsebünkben hordunk, akkor annak hatás is van. Én magam is ilyeneket hordok a kezembe. Gondolom, hogy a gyűjtők hisznek is ebben a fajta gyógyításban, ugye? Ebben egy picit kételkednék, tehát igazából azt mondom, ásványgyűjtők azok nem azért gyűjtik az ásványokat, mert gyógyít, hanem azért, mert szép. Az ezotéria, ásványgyógyászat, akármi, az egy teljesen másik iránya az ásványoknak a felhasználásának. Akkor te abban hiszel, amit látsz, az összes többit, azt pedig meghagyod arra, azokra, akik mondjuk a spirituális vonalon futnak tovább. Egy picit azért, hogyha még kérdezhetlek a személyes indítatásodról, emlékszel, hogy mi volt az első köved? Hát szerintem vagy egy kalcit, vagy egy pirit, tehát színes legyen és csillogós legyen, tehát ez a döntő, meghatározó tényezője az első ásványnak, tehát általában ilyen aranyszínű, csillogós felszínű, pirites darabot választanak, vagy valami szép kvarckristálycsoportot. És ezt hol találtad? Szerintem én Recsken vagy a Mátrában, vagy a Bükkben voltam vándortáborban, ott szedtem össze az első darabokat, meg egy bükki ásványkirány, vagy egy iskolai túrán egy darab kalcitot hoztam valahonnan. Tehát azt már... És ilyen hatalmas nagy ásványokat lehet még találni? Vagy ez már csak a gyűjtők között csereberélődik? Találni lehet. De tudni kell, hogy hová kell menni, hol kell ásni, hol kell, melyik bányában kell keresgélni. Igaz, hogy egyre kevesebb működő bánya van Magyarországon, de még találhatóak ásványok. Tehát még aki most kezdene el gyűjteni, nincsen teljesen lekorlátozva a gyűjtésnek a lehetősége, tehát még találhat szép ásványokat. Egyébként az ásványok mellett nemrégiben én jártam egy ilyen ásványboltban Budapesten, és akkor ott mondjuk ilyen ősi állatmaradványokat is árultak, például medvefogat, meg ilyen mindenféle hasonló különlegességet. Esetleg ilyesmit is gyűjtötök? Vagy megmutattok? Én igazából nem. Tehát van otthon valamennyi ősmaradványom, de döntő többségében ásványok. Az egy külön kategória az ősmaradványgyűjtés, tehát az egy némileg különbözik az ásványoktól, valamelyik kövesedett az ősmaradványok közül, valamelyik opálosodott, vagy éppen valamelyiknek megvan még az eredeti csontanyaga, de már szervesen nem köthető az ásványokhoz. Ha éppen látta valahol medvefogat, az lehet, hogy éppen azért van, mert 2017-ben az év ősmaradványa barlangi medve, tehát mint van év fája, akármilyen, van év ásványa, meg év ősmaradványa, az év ásványa a kvarc, tehát ezek a fehérek, barnák, az év ősmaradványa a barlangi medve, tehát ha ilyen nagyobb pesti bőrzén kiállításon voltál, vagy éppen valamelyik nagykereskedőnek a nagyobb boltjában, akkor ott lehetett erről esetleg látni valamit, vagy mutogatni, hogy ez egy medve, karom, akármi, fog, vagy egy medvének valamilyen alkatrésze, úgymond. Hát minden esetre izgalmas volt látni, tehát az is hatalmas volt, az ember ugye köré képzelni magát az állatot, akkor, és főleg azt gondolom, hogy a
kisebbeknek, vagy talán a kisfiúknak lehet ez egy nagyon misztikus dolog. Amúgy hol tárolod ezeket, vagy hol tartod ezeket a szép ásványokat? Már nagyon szépek ahhoz, hogy el legyenek dugva, de gondolom, hogy annyi nyílt felület, vagy ilyen vitrin nincs a lakásban, hogy mindegyiket kiállítsd. Tehát nagyon sok be van dobozolva, el van rakva, tehát ilyen nagyobb papírdobozokban, és akkor abban kisebb dobozok vannak, azokban be vannak téve, dobozokra ráírva, hogy éppen ami abban benne van, most éppen nem biztos, hogy darab szerint, hogy hány darab van benne, de a lelőhely, tehát ezek általában lelőhelyenként vannak csoportosítva. Hát ahhoz azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezett embernek kell lenni, tehát egy vérbeli gyűjtő az nem egy ilyen szétszórt figura, akinek a lakás minden részében vannak ledobálva ilyen kőzetek, tehát azt gondolom, hogy nagyon precíz ember vagy. Nem mindig. Tehát van a gyűjteménynek olyan része, ami már nem változik, tehát ami régi bezárt bányából van, hogy éppen nem valószínű, hogy még fejlődni fog a gyűjtemény, az általában szebben van összerakva, úgy mondom, mint azok a lelőhelyről származó ásványok, amik állandóan változhatnak. Tehát ha van még egy olyan lelőhely, ahol sokat jár az ember gyűjteni, és mindig kiszedem a legszebb darabokat belőle, de létezik olyan, hogy találtam szebbet, jobbot, és akkor cserélem a gyűjteménynek a példányait. Tehát ami változik, cserüldik, az annyira nincsen úgymond szépen listába írva, besorszámozva, az még várat egy kicsit magára. Hát én azt gondolom, hogy hideg téli estéken még gyertyafény mellett is megcsinálnád. Tehát az ilyen gyűjtőket nem érdekli, hogy esik, fúj, van internet, vagy áram, vagy nincs, mindenképpen ez a szenvedély, ez éltett titeket. Szilárd, hát most már lassan te is láttál pár ásványbőrzét, nem tudom, hogy szemet vetettél-e valamilyen szép példányra? Természetesen, már sokat láttam. Ugye, ahogy István is mondta, ez már immár a 31. nemzetközi ásványbőrze, és annak kifejezetten örülök, hogy kicsit hányattatott sorsa volt évekig a bőrzének, kerestük a helyét, mióta a kulturális központot felújították, agóra lett belőle, egy nagyon szép helyszínt tudunk neki biztosítani ott az előtérben, és mondhatom, hogy meg is szerették, még inkább azt mondhatom a Nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közönség, és én annyit még hozzátennék ahhoz, amit István mondott, hogy és te elkezdtél edzegetni, ez az ezotéria, illetve gyógyító kövek. Én magam is vettem ilyeneket egyébként, és azt szeretném kiegészíteni még az István mondandóját, hogy ha eljönnek a kedves érdeklődők, és oda mennek, akik ilyet árulnak, bemutatnak, tanácsot kérnek tőle, akkor nagyon szívesen fognak segíteni. Tehát pár száz forintért vagy pár ezer forintért ilyen dolgokat már meg tudnak venni, és mondom, nem muszáj megvásárolni ezeket a köveket, hanem nagyon szívesen beszédbe elegyelednek velük, és felvilágosítást kapnak arról is, hogy esetleg hol lehet ilyet gyűjteni, mire lehet használni, úgyhogy én mindenkit bátorítok, aki ilyen irányból szeretné ezt megközelíteni, ő is jöjjön, illetve akik ékszereket keresnek ilyen kövekből. Azok is bátran jöjjenek, mert bizton állíthatom, hogy nagyon kuriózum ez a nemzetközi ásványbőrze. Ilyet tényleg évente egyszer látni, mikor ezt mi megszervezzük. Mindez tulajdonképpen ugye most hétvégén, szeptember 2-án, 3-án is csak egy gondolat erejéig becsöngetnek. Azt gondolom, hogy a szeptemberi időszakban is becsöngetnek a kulturális központban. Gondolom, hogy töretlen lelkesedéssel várjátok a kedves látogatókat. Így van. Nem csak ide, hanem... Így van, hát a számos tagintézményünkben, illetve az Artmozingban is várjuk a kedves látogatónkat. Ugye nálunk is a Vidornak is részesei voltunk, de ugye folytatjuk most ezzel a nemzetközi ásványbőrzével. Még megemlíteném konkrét műsorként szeptember 15-én látogat hozzánk Kós János és Dékány Sarolta, ők már évek óta nem voltak Nyíregyházán, most meg lehet őket nézni, illetve minden korosztálynak szeretnénk kedvébe járni, a legkisebbeknek októberben újraindulnak a családi matinék, amikor mesejátékokat játszunk a családoknak, a kicsit nagyobbaknak, az ifjúságnak szól, a Like tehetségkutató, amit immár harmadszor hirdetünk, szervezünk meg, a még nagyobbacskáknak, felnőtteknek indul a Lehozzuk Önnek a Csillagokat második része, tulajdonképpen ősztől tavaszig nagyon komoly színházi előadásokat, illetve koncerteket hozunk le Nyíregyházára.
aztán a nyugdíjasokra is gondolunk, a Szépkorok Akadémiája is indul októberben újra, lesz nyugdíjas ki mit tud, szeptember 15 a határideje generációs vetélkedőnkre való jelentkezésnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden korosztály megtalálja a számára értékes kulturális programot. Hát köszönöm szépen, Szilárd, szinte lehoztad a csillagokat nekünk, olyan bőséges volt a kínálat. István, neked is, és reméljük, hogy nagyon sokan érdeklődőek és vásárlók is megkeresik majd a 31. ásványbőrzét itt Nyíregyházán. Mi pedig folytatjuk, lassan vége az idei Vidor Fesztiválnak, stábunk pedig ott járt néhány színházi előadáson, erről láthatnak most egy nagyon szép összefoglalót. 8. napjánál jár a Vidor Fesztivál. Összeállításunkban, a versenyprogramban résztvevő művészekkel és a zsűri elnökével beszélgetünk előadásokról, fesztiválról és humorról. Nagyon sok vígjátékot játszottam 50 év alatt, és hát bizony nagyon megszenvedtünk sok helyen a vígjátékkal. Én azokat szeretem, amik ugye kicsit olyan fekete humoros vígjátékok, ahol jót lehet nevetni, de egy kicsit azért ugye elfacsarodik az ember. A 16. Vidor Fesztivál, ez már itt Nyíregyházán. Mit gondol ön, hogy hol van a Vidor Fesztiválnak a helye a hazai színházi fesztiválok sorában? Nézze, olyan sok a fesztivál. Követni se lehet. Ugye mi már minden nagyvárosba, kisvárosba, faluba, megyébe, község, mindenhol fesztivál van. Ilyen fesztivál, csokoládé, cukor, kolbász, színház, minden együtt. Úgyhogy már nagyon nehéz követni, hogy nem tudom, hogy nem leszünk-e immunisak már bizonyos ponton a művészetre, meg ezekre. De valószínűleg egy ilyen nívójú, ilyen sokat megélt színházi fesztivál, mint a Vidor, ami olyan soká megy, az mindig valószínűleg a színvonal az megmutatja, hogy ez meddig él meg egy fesztivál. És úgy érzem, hogy nagyon sokféle színű, és nagyon sok mindenkit ismer meg itt a közönség, akár színészekben, akár színdarabokban. Nem mindig mondom, hogy kacagtató, nevettető, és a hasunkat fogjuk, a nevetéstől darabok vannak, de azért nagyon sokfajta, sok színes egyéniségek, színdarabok, színészek vannak itt, és ez nyilván megundhatatlan ebben a 10 napban. Ivacska, ahogy mindig, a halántékomat igazítsa meg, és a tarkomat épp, hogy csak egy icipicit, hogy a vonalát lehessen látni, rendezett legyen. Ahogy kívánja. Ha rendezetten rendezett lesz, ha a vonalat szeretne, meg lesz a vonal, talán egy kis berakást. Nem, köszönöm. Apropó, hol az árjegyzéke? Átárazás alatt. Értem. És van pénztárgépe? Az áfát is felszámoljuk. Akkor is kell a pénztárgép. És ön Irocska, miután elvégezte nekem a szolgáltatást, nyugtát kell, hogy kiállítson. Tehát soha sem szoktunk nyugtát kiállítani. Ki kell állítani, Irocska? Maga még nagyon fiatal. Kell magának a kellemetlenség? Kellemetlenségre éppen semmi szükségem. El lehet még valahogy intézni. A Nemzeti Színház a Fodrásznő című előadást hozta el, amely 2010-ben a Poszton díjat kapott. Nagyon jó csapat jött össze, aztán Rizsakov egy nagyon fontos személyiség ennek az előadásnak, Viktor Rizsakov, ő a Moszkvai Színháznak a rendezője. És volt egy nagyon izgalmas próba folyamat. Szerintem ez. Az anyag is izgalmas volt, bátran lehetett variálni, hozzákölteni, elvenni, és akkor így nagyon jól éreztük magunkat. Mi se gondoltuk, hanem úgy csináltuk. Nem akartunk mi fesztivál darabot csinálni, hanem úgy jól érezni akartuk magunkat, és akkor ez így összejött. Mindannyian több szerepet játszunk. Hát egy tűzoltó, aztán egy volt férje, tehát mikor mi, amit éppen kitalál a főszereplőnő, a fodrásznő, akkor azt meg kell csinálni a színpadon. És ez nagyon, nagyon sokszor, ez van, hiába nagyon sokszor játszottuk, az történik, hogy ő feladatokat ad nekünk, és akkor mi erre reagálunk. Ez nem nehezíti meg, hanem ez szabadságot ad, és hogyha ezzel jól bánunk, és nem élünk vissza, és finomak vagyunk, és elegánsak, akkor ez nagyon sokat tud dobni az előadáson. Hogy azt mondja, azt hisz, hogy a több-kevesebb etilalkoholt tartalmazó folyadék, melyet cukortartalmú folyadékok erjesztése után a lepárlással nyernek.
Ezt találtam benne, az ez című cikkben, a kötetek közül is, a 14-ben, és akit megtudván, hogy az ez miféle, megtartván a törvény. Szerzekész, nem? Szeszt nem iszom, mindenfélét iszom én, de szeszt azt nem iszom. Hiába kínálják, ne szesz, szegény embernek van, Szeszt nem iszom, én nem iszom. Olt Tamás a Szájon lőtt tigris című produkcióval lépett fel. Itt Nyíregyházán volt az talán, amikor életemben először rendeztem. Ez volt az ülni, állni, ölni, halni, amiben szintén úgy gondoltam, hogy ez jó ötlet. És ugye azt én írtam, én rendeztem, és én is játszottam benne. Akkor megfogadtam, hogy soha többet. Most azért segítségemre volt Vaszkó Bence, akit szintén ismerhetnek a nyíregyháziak. Tehát a koncepció kialakítása után a rendezői feladatokban azért sokat segített Bence. Megkértem, mert megbízom az ő ítéletében. Úgy jött létre a produkció, hogy nagyon régóta űrt érzek Rejtő Jenő kapcsán a magyar közéletben méghozzá. Nem is a művei, hanem ő, az ő hiányát éreztem. Azt, hogy róla sok mindent nem tudnak, csak annyi, hogy nagyon vicces ponyvaíró mondják ugye egyesek, vagy egyik legnagyszerűbb világirodalmi szerző mondják rá mások, de az, hogy ki is volt ez a Rejtő Jenő, tulajdonképpen az, hogy az ő élete legalább olyan kalandos, mint az ő kalandregényeiben a főhősöké, legalább olyan fordulatos, azt kevesen tudják. Pláne azt, hogy ő nála nem nagyon volt happy end, sajnos, és úgy éreztem, hogy nagyon szeretnék beszélni erről, nagyon szeretném, hogyha az emberek megismernék őt, kicsit jobban, természetesen a humort se hagyjuk ki az előadásból, a zenét se hagyjuk ki az előadásból, de mégis inkább egyfajta ilyen kegyeleti tisztelgés az Rejtő Jenő előtt. Tessék a kávét! Köszönöm! Mit kapok a kávéhoz? Kovászos uborkát vagy minyont választok. Kovászos uborka vagy minyon a kávéhoz? Micsoda stílus! Olyan, mint az, hogy hónapok óta már más sem eszünk, csak kaviár, francia salátát, meg kaszinó tojás. Én már hányok vasok az Viktor. Ja kérem, önfeláldozás vagyok, mint család életünk, de a Nero császár és sorban kiirtott a rokrait. Ha Antonio nem passzolná el a holmiket, amiket hazahord, azt már rég itt felfordultunk volna. Antonio! Megkérhetlek, hogy ne erleges együtt teszel a vizes 8-asra? Az is szava, hogy folyton itt tolálkodik. Hány óra? Kérdezd meg az Acit, ahova becsaptad a vekkel. Szulák Andreát a József Attila Színház Kaviár és Lencse című vígjátékában láthatta a közönség. Nagyon szeretek vígjátékot játszani, különösen akkor, hogyha ilyen jó játszótársaim vannak, mint például a mai előadásban, és a Verebes István rendezése abszolút egy vérbő, igazi, valódi karaktereket felvonultató rendezés, úgyhogy nagy öröm. A Tibia hegyről zenekar nevét egyre sűrűbben láthatjuk plakátokon, feléptek nemrég a Lesz Festen Kisvárdán, pár hete Debrecenben, valamint a Vidor Fesztiválon is láthatta őket a közönség. Nézzük meg, ki is ez az együttes, aztán pedig a stúdióban is beszélgetünk majd a tagokkal. Na most tapsoljatok nekik, akartok még tapsolni, mert úgyis lemegyünk majd a színpadon. Azért nagyon ne tapsoljátok halálra te magatokat, mert ez lesz vagy 7-8 perc az a szám, úgyhogy a szörös korsók mi megbírjátok fogni. De királyek vagytok, köszönjük, itt vagytok, sorsor! Bőr égeti meg a tűzlángját, nem a hára, hogy a bocárát, nem a szerelem fáj a szívedtől, nem a végzet a kezdettől, nem a háj égeti az ember, nem a parkossa el a tenger. Nem a jegy veszi a turistát, nem a postán szipeli a táskája, nem ő kerül a ládába, nem a halottán sör az élőt, nem a rap lejje a felhőt, és végül kiderül mindig, te is érted, hogy ki van találva az eleje a vége, minden úgy a jó, ahol van, mert soha nem véletlen a hídon, ahol van folyó, soha nem véletlen ülés félre.
fiúk azzal vádolnak, hogy nem voltam elég lelkes a felkonf közben, úgyhogy hát ezt most a beszélgetésre tartogattam. Én megpróbáltam olyan konszolidált lenni, mert hát ha van olyan néző, aki nem ismert titeket, de azt meg elfelejtettem mondani, hogy azért hívtunk be a stúdióba, mert több felháborodott nézői levél érkezett, hogy mindenféle zenekart behívunk, de a Tibi a hegyről még nem volt. Itt viszont nem vállaltátok azt, hogy élőben zenéljetek. Ugye nem azért van, mert esetleg playbackeltek a színpadon. Hát figyelj, hogyha most Rihanna megteheti, hogy playbackel a Szigeten, akkor mi miért ne tehetnénk meg amúgy, de nem erről van szó. Játszunk, tehát, illetve zenét játszunk. Hogy nem, zenét játszunk, persze, úgyhogy zenét játszunk. Boldogan megtettük volna, de hát nekünk ugye hétköznap ez elég karcos, hogy ez megtörténjen, tekintve, hogy mindenki dolgozik, és nem is az ország egy pontján, nem mindenki Nyíregyházán dolgozik, tehát azért nekünk ez hétköznap elég húzós lenne összehozni, de ha egyszer behívtok egy hétvégi felvételre, boldogan, sőt egy egész koncertet végre stúdió körülmények között lehetne felvenni. Nagy szeretettel várunk benneteket a próbaterembe, és hol akkor ott... A próbaterem? Hát egy Nyíregyháza egy helyén a rajongók miatt ezt nem árulnánk el, hogy hol is pontosan, úgy nem lehet próbálni. Hogy... Hát valószínűleg egy garázsban, mert hogy garázszenekarnak apostrofáljátok magatokat. Majdnem eltaláltad, pontosítjuk pince. Úgyhogy egy pincébe, mert ott nem annyira hallatszunk ki. És hogy találtátok ki azt, hogy ti együtt zenéljetek? Ki volt a... Tibi a hibás. Korábban mindegyikünk próbálkozott itt zenélni, bár ez a zenélés is ilyen apostróf alatt érthető, igazából egyikünk sem tanult zenélni, de mindegyikünk nagyon szereti a zenét, és akkor én is dobolgattam, kollégák is erre-arra gitározgattak. Így úgy, és egyszer leültünk sörözni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy bandát, akkor csak hárman voltunk, Szasza barátunk basszusgitáron, meg Geri a ritmusgitáron, meg én dobolgattam, és akkor kitaláltuk. Csak nem egy sóstói sörfesztiválon történt mindez? Ez nem pont. Utána aztán söröztünk többet. És hogy Lajos, hogy csöppent a zenekarba? Engem Tibi keresett meg egy ilyen lehetetlen ötlettel, hogy azt mondta, hogy van neki zenekara, de aztán ott volt. Volt már akkor is. Nem szerényen adta elő egyébként, de azért kellő hangsúlyt adva a zenekarnak, ahol épp volt egy kis felbomlás, meg kiválás, meg volt egy kis keszekuszaság ott a zenekar. Ez ez még egy előző formáció volt, és akkor ő mondta, hogy keresnek énekest. És mondja nekem, hogy hát figyelj már, te ugye színész is vagy, valahol, hát mondom, igen, azt mondja, akkor te biztos, hogy tudsz énekelni. Hát mondom, ez nem jár együtt feltétlenül a kettő, de azt mondja, gyere már le egy próbánkra. És akkor mondta, hogy milyen, de milyen, szerintem egy 3 hónapig fűtött, hogy gyere már le, meg gyere már le. Te magadba, hogy tudsz énekelni, vagy mondták? Hát én azt, hogy szeretek, de nem tudok. Tehát én se tanultam úgy soha ilyen klasszikus hangképzést. Pár tanár, pár zongora mellett próbált belém verni némi tudást. Figyelj, elhitettétek egymással, hogy jól énekeltek, jól zenéltek, nem? És ez elég is. Igen. Figyelj, ha eltaláljuk a hangukat, akkor nekünk az már fél siker, ha meg még a közönség ürül is, akkor meg teljes a siker. És akkor egyszer így lementem, de hát halálosan betolva nyilvánvalóan, vadidegen emberek előtt, Tibit ismertem egyedül. Ráadásul egy olyan számot kellett énekelgetni ott, hogy azt hallgassam, azt mondta, amit utálok is, tehát úgyhogy abszolút nem volt nagyon könnyű, nem volt könnyű, lementem, és akkor tudod, amikor elkezdesz valamit énekelni, amit életedben nem énekeltél, nem is szereted a dalt, vadidegenek előtt bármennyire 40 éves az ember be vagy tojva, és akkor hát ugye a ritmus, a hang nem volt jó semmi. Ez szkúteren szocializálódott, tehát ez nem pont az a műfaj, amit mi játszunk, de ahhoz képest egész jól be. Jó, de tovább fejlődtem egy kicsit, és hát az egy elég tragikus próba volt, és hát tudod látni azt a sok arcot, a gitárosokat, akik nem ismertek, és a mosoly nem volt sok az arcukon. Szerették és elfogadták, nem? Hát aztán megkimentünk még egyszer, meg harmadszor, aztán lett belőle valami, és akkor így együtt maradtunk. Jobban szeretik. De figyeljetek, gondoltátok, hogy ilyen sikeresek lesztek? Mert azért most már tényleg ott teljesen rutinosak vagytok minden színpadon, nagyon sokan ismernek titeket, tehát ez gondolom, hogy tényleg örömzenélésnek indul, de most már elkezdte ezt a dolgot azért lassan túlnőni. Hát a siker az nyilván az relatív dolog, az biztos, hogy mi ezt nagyon élvezzük, még ha ez nem is mindig látszik rajtunk közvetlenben. Rajtunk nem, mert a dobok mögött alig lehet látni, egy kicsit visszahúzódsz. Mert amikor így sok ember előtt kell játszani, akkor eléggé rá tudunk feszülni, de a végére azért mindig feloldódunk, meg akkor már megy a buli. Mi ezt nagyon szeretjük csinálni. A visszajelzések azok alapvetően pozitívak, akinek meg nem tetszik, hát azt a kis órát kibírja, vagy befogja a fülét, vagy nem jön el. Vagy nem jön el. Sajnos most a Vidolon nagyon kis zsebkendőnyi lett a fellépésetek, ezt eléggé sérelmeztétek is. Nem, de hogy is nem volt ez sértő.
igazából hát azt tudomásul veszük, hogy itt azért szoros időrend van, és ha van egy pici csúszás az a végére, az már eléggé tetemes tud lenni. Ilyen rövidet még nem játszottunk, tehát ez a 23 perc, ez... Hát öt számot tudtunk lejátszani, a harmadiknál szóltak a kollégák. Hát ugye azért a zenekar is olyan, hogy azért elkezded, és akkor az első két-három szám az arról szól, hogy egy picit a zenekar is bemelegszik, és amikor a harmadik számot lenyomtuk, mikor úgy kezdtünk volna belemelegedni, akkor mondták, hogy még két szám, és akkor azért nézzük, rögtünk egy jót, aztán játszottunk, még kettőt is lejöttünk, de hát nyilván megértettük, hogy nem ezen mi nem, hát aki ismer bennünket, az tudja, hogy mi nyilvánvalóan ezt is a magunk malmára fogjuk hajtani, ezt a sztorit, és ebből mémeket csinálunk, meg hülyeségeket, ugye, hát már ott van a Facebookon a vicc, hogy láttad, de vasárnap délután a Tibihegyről a zenekar fellépését, nem merép tüsszentettem. Tehát ugye ez ilyen rövid lett, és akkor ezt már most ráraktuk egy flopira a koncertanyagot, mert elfért rajta, úgyhogy tök jó, ilyeneket, hülyeségeket csinálunk belőle, és ez az a fekete és fanyar humor, amit mi képviselünk, és ez vonz be embereket, mert van, aki ezzel tud azonosulni, és akkor az úgy kedvel bennünket. Könnyű nektek, mert ugye hát tele vagytok kreatív emberekkel, kreativitással, tehát nem csak a zene területén, hanem ami mondjuk sikeressé tehet egy zenekart, akár a stílus, vagy bármi, a körülötte levő hangulat, azt ti önmagatoknak meg tudjátok teremteni. Hát az biztos, hogy mi vállaljuk a hülyeségünket, tehát nem vagyunk ráfeszülő. Nem. Na, akkor beszéljünk a célokról, meg a tervekről, meg a hogy ez így marad egy garázsban, vagy esetleg kikérezkedtek a napfényre, vagy vannak-e még mondjuk nagyobb álmaitok, vagy igazándiból rengeteg így minden tök jó. Nem stadion, tehát az, ha az úgy meg lesz, legalább ha egy fotót tudunk csinálni magunkról a bejáratban, akkor már jó lesz. Nem baj, csak ennyi, vagy elmegyünk el Robbie Williamsra a Wembleybe, és akkor amikor özönlik be a nép, akkor szelfizünk velük. Nyilván az volt az elején a motiváció, hogy egy évben egy-két fellépés, az bőven jó lesz, valami nagyon eldugott, senki által nem látogatott kocsmába, csak mi érezzük jól magunkat, és minden ilyen amatőr zenekar, akik amatőrök is fognak maradni, azok így indulnak, de aztán egy kicsit ezen tovább létünk, mert nyilván az ember mindig többet és többet akar, ahogy azt látja, hogy egyszer valakinek tetszett, akkor már még több kell és még jobb kell, meg hát nekünk is volt egy elég erős útkeresés így a zeneileg, mert azért csapongtunk mi, és most vagyunk ott. És mi a stílusotok? Meg lehet fogalmazni? Hát én ezt nem tudom megfogalmazni, te vagy Tibi. Az alternatív rokkosabb vonulat, de ez az emészhető rok, tehát nem ez az üvöltős, hanem... Nem a csirkedarálós, hanem... Ezek is igen, ilyen tingli-tangli, bulisabb sztori, remélem majd lesz valami bejátszás. Természetesen most is a nézők közben is, miközben mi itt beszélgettünk azért, és nagyon jók vagytok. Köszönjük szépen. Úgyhogy hát a nézők nem fogják látni, most majd így a mellkasomra kérek tetoválást addig, ameddig egy teljesen más bejátszást látunk, de mikor látunk titeket legközelebb? Na, ezt most kérdeztük mi is egymástól vasárnap a Vidor után a fellépés után, hogy legközelebb mikor van fellépés, és nincs előre lekötve. De másfél hónapon belül biztos, hogy lesz valami. Általában ez így szokott lenni. Vagy lehet titeket keresni, ugye? Házi buli. Abszolút így van. Leánybúcsúk. A nyárnak is. Tényleg, hát ez még fel sem erőd bennünk. Jó. Lehetek a menedzseretek, ha gondoljátok. Megbeszéljük, jól hívjuk, kivegyünk, és egy kávé közben megdumáljuk. Rendben, hát akkor azt kívánom, hogy sok sikert, és akkor várom a tetkót. Nagyon köszönjük szépen a meghívást.